Sziasztok! Ma Lego City-t nézünk. Ez új idei kiadású készlet, ha jól tudom. Méghozzá jégkása árus autó. De tényleg keresem rajta, vagy az évszám. Ja, 2023-as, jó van. Na, nézzük ezt a szuperverdát. Kapunk itt egy kocsit, ugye hasonló a sémája, mint az eddig kiadott Lego City-knek, ugye volt a pizzás kocsi, a zöldséges autó, a fagyis kocsi, most itt a jégkása árus kocsi. Kapunk hozzá egy árust, ilyen pingvin jelmezbe, meg egy kis csajt. Mi akit már láthattatok a Dave sorozatban debütálni. Na, nézzük meg ezt a szuperverdát akkor, hogy mi van benne, vagy épp mi nincs. Kezdetben kezdjük a figuráinkkal. Ugye a kis csaj, aki már volt a sorozatban, mint Madison. Ugye azért kapta ezt a nevet, mert hasonlít a Lego City Adventure-ös Madisonos kis csajhoz, csak még egyelőre nincs olyan figurám, úgyhogy ő lett ez. De ő is két arcú figura. Ugye ilyen gyereklábbal, mondjuk ez nem mozgatható gyerekláb, tehát érdekes, valamikor olyat adnak a készletekhez, hogy mozgatható, valamikor nem. Ezt nem lehet tudni így a Legónál, hogy miért, mikor miért adnak. Na, itt a pingvines csávunk. Érdekes a ruházata, ilyen kék-bordó keveréke. Na, viszont ő egy arcú, érdekes. Hogy alapvigyorgó arc, pingvin jelmezbe. De mondjuk akkor már lehetett volna fekete-fehér a ruhája, ha már ugye a szuper jégkás, a kocsink is fekete-fehér leginkább. Jó, van benne némi kék meg bordó. Viszont a másik érdekesség, hogy ugye pingvin csőr. Most ugye jelmeznél ugye itt. De a kocsinak meg az elején ilyen. Hát akkor egyszerűbben így azért jobb lenne, nem? Mármint, hogyha így akkor jobb hasonlít egy pingvin fejre, hogy itt a csőr. Mint hogy ilyen, de gyárilag ugye meg így van. Tehát nem is értem miért. Na mindegy. De nézzük ezt a verdát akkor. Az elején van a kocsinak szeme, ugye hát a lámpái, hátulra kapta a rendszámtáblát, egy ilyen pingvines matricát, hogy ott tiszta a jégkását, ugye a nagy melegbe. A tetőrész az ilyen, mind a lakókocsiknál szokott lenni, lehet, hogy alhat benne a csávó, de amúgy nagyon nincs itt semmi, úgyhogy leesik belőle. Viszont ugye itt az oldalánál itt vannak, hogy milyen ízi jégkásákat lehet venni. Epres, zöldalmás, meggyes, és hát ez lehet akár vagy fekete ribizli, vagy áfonya, kinek hogyan. Hát ugye a túloldalán ugyanolyan matricák vannak, és ugye a tetején ez a nagy jégkásagép. Érdekes, jó, mondjuk ezt így lehet forgatni jobbra-balra, de amúgy semmi szerepe nincs. Viszont nekem ezt tetszett, amikor raktam össze, hogy ezt a spoileres légterelőt itt a tetején tiszta ilyen tuning verde, aztán hopp, húzathatja is. Ugye ez a hátsó sok lámpa, ez így jól néz ki rajta. Ugye itt az oldalán ki lehet húzni ugye a tipikus ablak, hogy kinyílik, az kiadhatja benne a csávó a jégkását. Hát aztán nézzük, ugye itt szépen így ki lehet nyitni, mint a lakókocsiknál, vagy a többi ilyen árusos autónál. Viszont amit úgy hiányolok ebbe, hogy olyan egyszerű a belseje, mert például most megnézitek, itt a jégkás a gépek, ugye ott a négy szín, viszont csak kétfélét adtak hozzá. Tehát adtak hozzá lényegében egy áfonyás, meg egy epres üveget. Ugye, ami a borítón is ott volt, hogy a kis csajnál van, meg az árusnál, de a többihez nincs. Jó, hát nyilván egyedileg, hogyha veszel külön ilyen elemeket, meg hát tartalék elemben volt ilyen fehér, tehát igazából össze lehet rakni, hogyha sok legód van a tartalék elemből a többi is, csak ez olyan ilyen fapados kiadás, hogy köbben itt ez a négy gép, aztán meg a kettő jégkása, az ennyi. Például ugye emlékeztek a pizzásnál, hogyha nem látta a csatornán, ott van a pizzás kocsi bemutatón, ott külön pizzaszeletek is voltak, mustár, ketchup, minden. De ennél csak ilyen egyszerű
ilyen viszont pozitívum, hogy kinyitható ajtó is van hozzá mindkét oldalon. Mondjuk a visszapillantó az eléggé ilyen egyszerű alap, kis csonk, úgyhogy érdekes, de összességében egy színmintára is például tök látványos ez a kocsi. Tényleg tehát tipikus egyszerű ilyen kis készlet, vagy akár ilyen kezdő készlet is lehetne. Egy autóval, és ugye két figurával, meg hát némi tartozékkal bent a kocsiba. Hát ennyi lett volna ez a set bemutató, srácok, ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videót. Sziasztok!